Olhar como posso, né? Muutami 7 vittem. Akkor még 7 másonnan, csak akkor vettük ott le Dezméren is. Akkor idott a Viorel is, idott a Timárne is, és akkor még külön-külön voltak megcsinálva, tudod? Igen. Nem egyszerre. Akkor meggyújtsa, és akkor a füstöt csináljuk. Érted, arra csináltam, biztos vagyok benne. De miért csinált? Játszottak, játékba csináltak a szív. Kérdjük, ezt visszük el. Kösz. Ezt visszük. Építettem az első házat 1969-ben, az első házamat építettem ottan, közben nőtt a család, akkor lebontottam a kicsi házat, és építettem nagy házat, hogy legyen minden gyermeknek. Amire befejeztem volna 1985-re, akkor jött a kommunizmus és lebont. És anélkül maradtam. Úgy maradtam, mint az újabb, egy szál gyertya. Kész, nem marad semmi. Szegény szomszédaim ott, akik még voltak, hostátiak, az öregebbek mind felakasztották magukat. Én szerencsére nem tettem meg, mert tudtam, hogy 3 gyermekem van, és fel kell neveljem őket. És én elkerültem aztán a blokkba, és itt aztán élem tovább az életemet. Úgy... Kert volt, nagy kertünk volt. Hát aztán onnan mondom, hogy ott a nagy kert ott mindenünk megtermett, nagyon sok állatot tartottuk, sok tyúkot, sok disznyót, mindenféle által. Aposom is tartott 56 darab disznyót, nekünk is volt 5-6 darab volt, mikor 9 darab. Úgyhogy mindenünk meg volt, nem kellett csak kegyeret vegyünk, ott meg volt minden, tojás, hús, minden meg volt. Zsír, szalonna, minden ott megtermett nálunk. Lovak voltak azok, a aposom fuvarozott. Volt, amikor 2 szekérrel ment, mert fuvaros volt. Ha elfáradtak a lovak, lovat cserélt, hogy a fáradtló tudjon pihenni. Úgyhogy volt sok, hogy hiát ott. Jó. Jól éltünk ott. Itt már nem élünk olyan jó. Itt már gyengébben élünk. Itt most már be kellett érzeljünk ebbe a városi hotiákba, itt nem tartottunk semmit se, még egy hegeret se, semmit se, itt a blokkba.
A cinkéket etettem sokszor, mikor jön a nagy tél. A Duna utcában. Duna utcában laktam én is, és a feleségem is. Mind a ketten ott laktunk, mi együtt jártunk óvodába is. Aztán ismertük kicsi gyermekkorunkból egymást. Na, csináltunk kicsi gyermekekkor, meg össze is balhéztunk be minden, aztán azt elfelejtettük. Aztán végül fér is feleség lett. Hát, az nekünk az egész telepi szomszéd volt. Itt az olyan volt, mint egy kicsi falu. Itt mindenki mindenkit ismert. Most már, ha kimegyek, hogy vegyek egy kenyeret, vagy elmegyek, hogy vegyek egy valamit az üzletbe, én nem ismerek senkit. Mindenki már idegen. Nem tudom, honnan tudtak ennyi ideget idehozni. És még fognak hozni. Még több lesz. Ez a módszerük, hogy minket ritkítsanak. Mi is ritkítottuk valamikor a petrezselymet a földből, hogy a nagy petrezselym legyen őszire. Úgy ritkítak minket is most. Kártyázni is szoktuk, de nem pénzbe. Meg römézni, ilyesmiket szoktunk. Nagyon régen játszottunk kártyát pénzbe, 21-et, de az már nagyon rég volt. Nagyon rég volt, aztán nagyon ránk jártok, akkor a milicisták, nem rendőrök voltak, milicisták, úgy mondtuk neki, aztán szegény, én voltam a kisebbik, és ránk jöttek éjjel, nagy pénz volt az asztalon. Én annyit tudtam csinálni, hogy éppen elkaptam a kártyát, és lefuttam a kert végébe, és bedobtam a kártyát a kútba. Hát ezeknek most lámpájuk meglátták, a kártya fennmaradt a víztetején. Mind kiszedték a vederrel őket. Jól megbáspángolták őket, és annyi volt az egész. Igen. Hát akkor már kész voltunk a második házon, akkor már két pincém volt, egyik volt a feleségemé, az neki külön volt az ő kompottjainak, meg mindennek, ne Tibi hol van. És akkor eljöttek a két bátyám, meg az egyik sogorom Orbán Pista, meg Szilágyi Károly és Szilágyi Gyuri. A kettővel Szilágyi, én is Szilágyi vagyok, nekem bátyám volt. A másik Pista, Orbán Pista sogorom volt. Hát ők nagyon sokat segítettek a házépítésnél. Már akkor volt sok borom a pincébe, na, hogy iszunk egy kis bort, hát persze. Mondom, a feleségemnek tényleg munkából jöttek, mondom, kell csinálni, hogy 20 tojásból rátották. Ha leviszem a pincébe őket, isznak bort, bajuk lesz. Meg is csinálta a feleségem a sok tojásból rátották, megették, levetünk a pincébe, hát ott hordóban voltak akkor a borok, nem korsóban. Hát megkóstoltuk egyik hordót, a másikat, a másikat, a másikat, egyszer berúgtak. Na, mondom, te gyertek, menjünk fel. Mikor látom, hogy a sógorom Orbán Pista neki megy az ablaknak, te azt mondja, na, itt kell kimenni, igaz, itt kell kimenni. Mondom, hogy is Pista, még lép egy kicsit balra, ott az ajtó. Aztán valaki hozta őket, egy hamar nem is vittem őket, mindig felvittem, hogy egy jogkosó volt. Na, mondom, többet, mert nem visznek a pincébe, mert az ablakon akartok kijönni. Így volt. Hóstát Kolozsvár keleti és északkeleti részén fekvő városrész volt. Igen, csak volt, mert a kommunista rendszer felszámolta a homogén gazdálkodó közösséget. Sokan lettek áldozatai a szisztematizálásként elnevezett rombolásnak. Sokan belerokkantak, volt, aki nem élte túl. Szilágyi József egyike volt a hóstáti gazdáknak. Megfosztották házától, gazdaságától, és 1985-ben kilakoltatták egy betonrengetegbe. A marösti lakótelepre költöztették. Ma már a tömbház erkélyéről néz a Duna utca irányába. Igen, volt egyszer egy hóstát, volt egy gazdasága, voltak állatok, voltak szomszédok, volt közösség. Humora viszont átsegítette a lelkiválságon. Mustja kifort, kis lakásukból lelejár az általa kialakított boros pincébe, és olyankor úgy érzi, hogy csak egy rémálom volt az egész. Hát gyere ide mellém, akkor nem. Nem kegyem el semmit mostan, csak nézzet, hogy mikor vagyunk benne. Benne, na szervusz. Na szervusz, Isten éltessen téged is. Húzott fenekig, mit? Húzott, hogy menjen. Igaz, jó ízű?
Ez, amit töltöttünk a tegnap, látod? Hát mondtam, hogy a pincében hideg, a más íze van. Nem tudom, a melegben más íze van. Látok, hogy itt van. Felhoztunk a tegnap, az egy korsóval igaz, vittél el is. El is ment. Még van egy, holnap meg elhozom a másikat. Na, beugrik. Na, menjünk be. Menjünk be, kiraktad a mikrofont szedjük ki. Vedd ki. Sok vett egyáltalán? Nem vettem egy kicsit.